Tisztelettel köszöntöm kedves olvasóinkat, nézőinket a Szabadság újság, mondhatni már rendhagyó számba menő lapszemléjén. Azok kedves olvasóink számára, akik múlt héten keresték, de nem érték el a Szabadság újságot, mondanám el, hogy a Szabadság újság természetesen nem szűnt meg, sőt 30 évvel töretlen rendel minden héten megjelenik. Most a hosszú hétvégének köszönhetően egybeesett a kiadás napjával a hétvége, ezért nem találhatták el újságukat. Tanúbizonyságban itt van kezemben a legújabb szám, amit reggel túlmedulával, ahogy ezután is köszöntök, mint a lap főszerkesztőjét, már átlapoztunk, és kérem előzőt, hogy ajánlom olvasóinak a cikkeket. Tisztelettel köszöntöm én is a Szabadságúság jelenlegi, és remélhetőleg leendő olvasóit. Újságunknak egy nagyon-nagyon szép példányát szeretném önöknek bemutatni. Ez az újság most a Tanácsköztársaság 100. évfordulójáról szól. Más újságokban is olvashatnak a Tanácsköztársaságról, általában elítélő módon, negatív módon, sőt kifejezetten csúnya, undorító módon. Mi úgy gondoljuk, hogy a Tanácsköztársaság egy nagyszerű projekt volt. Egyszerre testesítette meg a dolgozók, a munkások, a tömegek tőkeellenes harcának programját, és ugyanakkor a magyar nép nemzetvédelmi programját. 133 rövid nap alatt munkát, megélhetést, tisztességes életet igyekeztek teremteni az embereknek. És megteremtették az ország megvédéséhez szükséges feltételeket. Háromszoros külföldi túlerővel szembevédték Magyarországot. És előfordult az, amire nem volt példa a magyarországi történelem 20. századában. A magyar hadsereg egyedül, először és utoljára külső segítség nélkül magyar területeket szabadított fel, bevonult a Felvidékre és a magyar városokat ismételte, magyarrá tette. Ebben az újságban olvashatják Kuth Béla írását is, Kuth Bélát alig ha olvashatják ma más újságokban, a Tanácsköztársaság legfőbb tapasztalatáról, a szociáldemokratákkal való együttműködésről szól. Mi az üzenet, ami ma is érvényes? Ne higgyetek a szocialistáknak, ne higgyetek a szociáldemokratáknak, és főleg nem működjetek velük együtt. Átvertek, becsaptak, elárulták a Tanácsköztárságot 100 esztendővel ezelőtt is, és a mai politikájuk sem segíti az ország kilábalását, a dolgozók érdekeit. Még egy kérdésre szeretném az önök figyelmét felhívni. Beszélünk arról, hogy a NATO évfordulóját ünneplik ma világszerte. De szeretném ezen belül fölhívni az önök figyelmét egy másik dologra. 1999. március 24-én, tehát 20 esztendeje a NATO megtámadta Jugoszláviát. És ennek a támadásnak sajnálatosan Magyarország is része volt. Magyarország március 12-én a NATO tagja lett, és alig két hét múlva már is egy agresszív háborúnak a részesei lettünk. És senki nem vette komolyan, hogy alig 3 kilométerre a magyar határtól, Palicson és környékén bombák robbannak, NATO rakétákat lőnek oda. Ez olyan tapasztalat, amit soha nem szabad elfelejteni. Magyarországnak nincs helye a NATO-ban, és semmilyen körülmények között nem szabad háborús kalandokhoz csatlakoznunk. Köszönöm szépen, elnök úr, a szemét, így a tartózkodás végén azért még egy kérdést engedjen meg nekem, bár ez nem feltétlenül a Szabadság újságnak szemléhez tartozik. A közelgő Európai Uniós választások kapcsán kérdezném, hogy egyre több párt bejelentette már az indulását, indulási szándékát a referendumon. Kérdezném, hogy önök, mint a munkáspárt indulnak-e a választáson, és milyen formában? Munkáspárt indul, és május 26-án remélhetőleg szavazhatnak majd a munkáspártra is. Mi azért indulunk, mert szeretnénk megmutatni, hogy van más választási lehetőség is. A mai Európai Unió nem jó. Nem tudják a migráció problémáját megoldani, háborús konfliktusba kerülünk Oroszországgal. A mi válaszunk egyszerű és világos, mi a népek, a dolgozók demokratikus együttműködését akarjuk Európában. Listánk is van, a munkáspárt listáján nagyon ismert és tekintélyes munkáspárti személyiségek vannak, megtalálhatják Fehérvári Zsoltot, aki egy vasutas ember,
megtalálhatják Kalmár Dávidot, aki egy fiatal vállalkozó, közöttünk van Habermann Norbert, aki egy fiatal munkásember, és Koch János is mellettünk van, aki egy budapesti, zuglói ember, ő a nyugdíjas társadalmat fogja majd képviselni. És talán utoljára, de nem utolsó sorban a munkáspárt elnöke szerény személyen vezeti ezt a listát. Támogassanak bennünket ajánlásaikkal. Köszönöm szépen, elnök úr, és önöknek is köszönöm, kedves nézőink, a figyelmet. Biztatom arra, hogy önöket, hogy forgassák, lapozzák a Szabadság újságot, és keressenek bennünket az interneten, most már YouTube csatornánkon is. Az utcán is kint leszünk, ott is megtalálnak minket, akár az európai uniós választások kapcsán, akár pedig más napi politikai kapcsán. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!